A nyolcadik résszel folytatjuk a tiszafüredi termelőszövetkezetekről szóló sorozatot, amelyben a résztvevők több TS és több évtized történetére emlékeznek vissza. Dr. Kriston Mihály vendége ezúttal Csesznok Józsefné és Pap Antalné volt. Ezéket csorkolom, hölgyeim, egy újabb részt próbálunk a hámankató TS sorozatában megalkotni. Mielőtt azonban rátérnénk a melléküzemágakra és az egyesül a varodára, azért van egyfajta restanciám az elmutatásokkal kapcsolatban. Kászabó doktor említette a Tisza kincse szövetkezetet, és talán nem voltam erre annyira felkészülve, most utána néztem, azt kell mondjam, hogy a harcos szövetkezet ki lett hagyva abból a most már négyből, amelyik végigkövethető a hámankató TS életével. A harcos TS 50-ben alakult ugyanúgy, mint ahogy a törvényi dózsa, és utána végül egy közbűső állomásral, ami annyit jelent, hogy egy új varázsló szövetkezettel, meg később a Tisza kincsével egyesülve végül is csatlakozott 1961-be, vagyis 11 évet élt meg, 61-ben csatlakozott a hámankató TS-hez. A harcos TS-ről annyit tudni kell, hogy akik 1949-től alakultak 50-52-ig, azok általában nagy birtokföldjeink gazdálkodtak. És mivel a harcos TS a Töviskes környékén volt, meg a Szelesház környékén, hát így két család volt érintve, feltételezésem szerint. Az egyik a Lipcsei család, akit nem igazán kell bemutatni Tiszafüreden, a másik pedig egy Szakó család. Én személyesen ismertem mind a három leszármazottat, Jolánt, Kálmánt és Flóriánt. Ők róluk annyit talán helyre lehet tenni, ha elmondom, hogy a Szakó vízdösféle malom volt az övéki, ami nem más, mint a előbbi Zirinyi ma, a Szent Imre iskolának a tornaterme, ott egy malom volt valamikor, és ezért a családé volt. Ők jelen vannak Tiszafüreden, reményeim szerint már régen találkoztam velük, de kárpótlás során a vagyonuk egy részét sikerült nekik visszaszerezni, a föld vagyunk egy részét. Itt tulajdonképpen a harcos TSZ-t és ezt a dolgot bezárhatjuk. És akkor rátérhetünk erre a varodára. Azt már az előző adások egyikében említettem, hogy 1968-tól ment az új mechanizmus, ami új lehetőséget adott a szövetkezeteknek, bár később majd valamikor azok, akik reformerek voltak, megbuktak, és újra ortodoxok kerültek hatalomra, de azért mégiscsak a szövetkezetek életébe egy újítást hoztak be. Így volt ez a hámankató TS-ben, aki ugyan nem az elsők között rajtolt, mert hiszen 80-tól volt Árvi Gyula a TS elnök, és az ő idejében 80-81-ben alakult a varroda, de ugye elkezdődött ez a munka is. Az új mechanizmusnak volt egy érdekes tulajdonsága a szövetkezetek részére, az, hogy egy szabadabb gazdálkodást engedélyeztek, ezzel lehetővé vált többek között azt, hogy azokban az ágazatokban nem volt teljes évi foglalkoztatás, vegyük mondjuk a mezőgazdaságot, a növénytermesztést, ott az egész éves munkát egyfajta tevékenységgel tudta biztosítani. Tehát ilyen előzmények után beszélhetünk róla Csesznokné Piroskával és Papné Évikével. Évike nem a kezdő vezetője volt ennek az üzemnek, de Piroska szinte az kezdetétől ott volt. Pontosan ezért kérdezem én Piroskát arra, hogy milyen előzményekkel került a varodába, meddig dolgozott ott, mi volt a feladata, és kik azok, akik ma is szívesen emlékszik rájuk egyébként, akikkel dolgozott, és meg mennyien voltak egyáltalán. Hát én az az igazság, 1981. október 20-án kerültem oda, hát én adminisztrátor voltam, és végül akkor 120 ember dolgozott, két műszakban dolgoztak. Én tényleg nagyon-nagyon sokat visszagondolok rá, mert kellemes emlékek fűznek úgy a termelésben, mint a, hát inkább az, hogy voltak kulturális programjaink, kirándulni mentünk sokat, ugye akkor még a buszt nyugodtan el lehetett kérni a TS-ből, és akkor megjártuk a Vígszínházat, elmentünk,
mindegy, sok helyre, a Balaton környékére is, még ha egy napos program volt akkor is. Hát bent a Varrodában én szerintem elég jó hangulat uralkodott, nem volt irítség, az embereknek tényleg úgy van, hogy az egyik műszakban inkább fiatalabbak voltak, a másik műszak az a középkorú meg idősebbek, azok megint nagyon jól megértették egymást. Hát emberek szempontjából meg mindenkire, én mindenkire nagyon szívesen emlékszek, minden korcsoportból megvolt az, aki húzó volt, aki után mentek az emberek, akinek a munkája példát is mutatott, és akkor, hát, de volt a fiatalok közt is, ott volt a kis Vágási Erzsike. Uh-huh. Annyira csepp volt, hogy a varrógépet nem érte el, és tényleg húzó erő volt, mert nagyon jól dolgozott. Vagy az idősebbek közül Tótné Ica néni, vagy Tóth Kálmánné, Ilonka néni, vagy Bekéné, Erzsike néni. Ezek tényleg azok az igazi, meg Uliné, meg Rézné Ági. Hát most tényleg úgy van, hogy minden nevet nem tud az ember felsorolni, mert nem is jut hír, Rácné Marika, igen, vagy Lengyelné Lidi, aki ugye ő a kertészetből került oda. Egy nagyon jó, és hát végül is a kertészethez képest sokkal jobb volt a fizetésük. Igen. Hogy kerültek ezek az asszonyok oda, akkor most már... Hát végül is a szervezésében, azt nem tudom, de biztos, hogy úgy, hogy mert ugye az már, mikor én oda kerültem, akkor már üzemelők is részleg volt, de biztos, hogy annak alapján, hogy ott verbúválták, mert az mindenki TSS volt, aki szinte mindenki dolgozott, igen. Azután kezdtek bővíteni, és akkor úgy már azért a külsőbb részből is hoztak, meg ugye beindult a szakmunkás képző, azt ugye azon belül is, vagy az egyiknek az anyukája, vagy már aki felszabadult, az ott maradt. Úgyhogy elég vegyes volt utána a dolgozói létszám, meg a dolgozói összetétel, de soha nem volt az, hogy haragszok rád, de most ez hülyeség, hogy azt mondom, hogy nem volt, mert volt, de nem olyan, hogy most heteket tart, meg bíráskodni kelljen, hogy kinek volt igaza, mert saját maguk el tudták dönteni. Tehát a növénytermesztésből, ládaüzemből kerültek, igen, a induló létszám, így van, igen. És szakembert kellett hozni, így került oda ugye Virágné Emmike is, igen, főnöknek korábban. Hát ugye ő végül is tényleg egy nagyon jó szaktudással bíró szakember volt, ő tényleg a legapróbb csinyát, binyát minden tudta, de végül is a szalagvezetői is olyan voltak, vagy a műszakvezetői, mert Tanciné Marika, meg Zrínyiné, vagy Zrínyi Margó Hajdúné, meg Rutkai Mariska, igen. Ezek mind olyan emberek voltak, akik hajlamosak is voltak tanulni, meg azért Hajdúné Margónak is megvolt a tudása, igen, hozzá, úgyhogy végül is ez tényleg az egész éves munkánkat lefette. Hát kellett nekünk kimenni a mezőgazdaságba, amikor idén jellegű munkák voltak akkor, akkor ki kellett menni egy-két hétre, de a maximum be volt egész évben egy hónap, amit voltunk kint. És akkor még azt akartam megkérdezni, hogy a tevőleges munkája ezen kívül mi volt, mit kellett csinálni? Hát a tevőleges munkám minden. Hát még a raktározástól kezdve a áru bevétig, az áru kiadásig, ha szállítás volt, mert ugye általában ugye készáru szállítás volt, akkor a befele a szabványt mikor hozták, annak a bevételezése, kiadása, akkor a munkalapoknak a felvezetése. Hát tulajdonképpen a fontosabb részét én oda bent, vagy kint megcsináltam, a feldolgozása meg bent a központba történt. Igen. Akkor fizetéseket, a fizetést is én oldottam meg odakint. Akkor a bezacskózott pénzt hozott ki? Igen. Azokat én fizettem meg. Hát bármilyen jellegű problémáik voltak az embereknek akkor. Hát mondjuk volt segítségem, mert azért Lajos bácsi Olá, aki végül is az ágazatvezetőnk volt, ő mondjuk nagyon, nagyon sokat segített. Igen. Ő sokat segített. Mozdítsunk egy kicsit, már visszatérünk rá. Évike, te mikor kerültél ide? Én
86. szeptember 1-én került. Mert akkor Emike elment az iskolába tanítani a varrónőket. Igen. Igen, és én lényegében úgy kerültem ide, hogy én az Egri Ruhaipari Szövetkezet két útközi telepén dolgoztunk, és ott valamikor dolgozott a két ladányi Kati meg a Marika, meg még másik két kislány, és azok akkor kerestek már Piroskájék ide Varroda vezetőt, igen. És ők emlékeztek, nem is én rám, mert a férjemet keresték, de időközben ő tavasszal meghalt, és én aznap benn voltam Egerbe a központban, amikor hazamentem, másnap mondta az adminisztrátor, hogy kerestek Fületről. Uh-huh. Úgyhogy telefonáltam, beszéltem Piroskával, mondta, hogy miről lenne szó, és hát mondtam, hogy majd meggondolom, de hát letetted volna, a telefont, és már meg is gondoltam. Jöttem volna, meg nem is. Nagyon sokat hívott, könyörgött, hogy de tessék már jönni, nem lesz megbánás, meg minden úgy, hogy jól fogom magam érezni. Aztán egy hirtelen gondolat, jó, kész, megyek, úgyhogy betelefonáltam Egerbe a központba, hogy augusztus végével felmondok, mert szeptember 1-én már itt kezdek. Hát nem szívesen fogadták el, mert ott maradt a két útközi varroda vezető nélkül, de nem bántam meg, hogy eljöttem. Piroskába egy nagyon jó munkatársra, mondhatnám azt, hogy testvére találtam, mindenbe segített. Úgy érzem, hogy az emberekkel se volt olyan nagy gondom, problémám, mert ő mindenbe azon volt, hogy na minden úgy menjen, mint ahogy kell, aztán idővel én is, ugye, hogy ilyen nagy létszám dolgozott itt. Igen. Csak belejöttem, meg hát tényleg sok mindenkinek dolgoztunk, mert... Igen. Kik voltak ezek a partnerek? Hát Jászapátinak csináltuk a rengeteg fürdőruhát, ugye? Évekig, igen. Évekig. Akkor női, férfi? Milyen fürdő van? Vegyes? Hát vegyes. Először fehér neművel kezdtünk. Igen, igen. És azután a fürdőruha, férfi, női, igen. Pólók, rengeteg, igen. Meg felső ruházati, ilyen Adidas termékek. Ikeket. Nagyon. Hát ők nekik dolgoztunk vagy 4 évig. Meg akkor? Az új egységnek. Igen, meg valami pesti cégnek is dolgoztunk, én már a nevére nem is emlékszem. Hát az új egységnek vartuk a nadrágokat, meg ezeket a BKV, meg, mert az tulajdonképpen a Fernek volt egy átalakult része, ami a felső ruházatot készítette. Igen. Meg volt egy, amiknek az esőkabátot, na millió számra. Igen. Esőkabát. Igen, hát akkor hátán... az ment az esőkabát, mikor hát én oda kerültem. Az nagyon igen. Sokáig, az nagyon sokáig. Így hallom, sokáig nem kaptak védőruhaként esőkabátot, na akkor aztán letoszta valamennyi, mondhatnám selejtjéből. Hát csak abból, csak abból. Volt is reklamáció, mert egyszer jött az öreg Ocella Pali bácsébe, igen. Hogy nézzük meg, hogy neki két színű a kabátja. Mondom neki, örüljön, hogy opa, egyáltalán kabátja van. Hát mostan egyik oldala világosabb volt, a másik sötét, és ez való igaz, hogy azért, mert ugye a behúzásokat mindig kiszedték a beadók, igen. Mert Búzásné Magdi is nagyon igen. Sokáig ott dolgozott, ő volt a beadó. Tényleg a lelke volt annak, hogy ne keveredjenek össze a igen. Kellékek, igen. Meg minden. És ugye azokat kiszedték, azt ugye a rosszabbul csinálták a TSZ dolgokat. Mondjuk most Búzásnél jut eszembe, hogy nagyon sok olyan fiatal lányasszony került oda, akinek a szülei már ott dolgoztak korábban, mert ugye hát Gulyás Lajos bátyának a lánya. Igen, igen. Meg hát ugye a Barnánénak a lánya, igen, a Rozi, akkor Vágási Erzsike az anyukája igen. Után. Hát a csoda, ugye Uliné a szintén az anyja után. Igen, Barnáné lett Uliné, Barnáné, ja, igen, Barnáné igen. Lett az anyja. Igen. Hát nem. Az egy másik Barnáné, ja, jó. Gondoltam. Oké, okay, jó. Mert az a Rozi, aki a jó, megvan. Sokan, tényleg sokan. Úgy van, hogy azért végül is csak jó híre volt ennek a kis melléküzemágnak igen. Ahhoz, hogy mindig fel tudtuk a létszámot tölteni. Nem volt olyan. Az áru átadásnál ellen meó volt, volt valami probléma belőle? Volt meó, hogy ne lett volna, nagyon is szigorú meós volt, mert Mariska volt, Mariska a Rutkai volt. Mariska volt a fő meós. Igen. A csomagolója, meg a Monokiné, Monoki Károlyné, meg a Manci a
Plaskóné. Igen. Mert ugye mindent fel kellett külön címkézni, ugye nagyság szerint, úgyhogy arra azért tényleg oda kellett figyelni, mert ugye ennek az, akinek vartuk az esőkabátot, annak rengeteg munkás ruhát is vartunk. Igen. És hát ugye azért csak hajlamosak voltak, hogy ha nem volt meg a címke, akkor belevarrok egy másikat, de ők tényleg szigorúan vették, mert ők mérték, ha nem megfelelő volt a méret, akkor kivették. Viszárú létezett, jött vissza valami? Egyetlen egyszer a karcagi háziipari szövetkezetnél 666 fordorral ellátott kis ruhát kellett varni. De annyira potom pénzt adtak érte, hogy nem érte meg csinálni, de mégis azért vállalták el, hogy mégis legyen munka. Igen. Na és ők náluk volt az, amit elég sokat kellett javítani, de amúgy a más cégeknek nem, mert Erdőbényének is vartunk oda, ágyneműt. Igen. És az zakókat, a fekete zakót, amit én is vettem. Hát az új egységé. Az új egységes volt. Volt. Igen. Mert annak elég szerteágazó volt a tevékenységi köre. Annak volt ilyen munkaruha is, akkor ilyen BKV, meg amit tudom én, kiknek csinálták. Azért mondom, mert ez a felből alakult ki, ez a felső ruházatban is. Azok nagyon sokáig. Hát végül is ők voltak az utolsó megrendelők. Igen. És hogy telt el egy nap? Hogy indítottatok? A két műszak volt, akkor ez hogy volt megosztva? Te, mint főnök? Én már akkor egy műszak volt, mikor oda mentem. Nem, még két műszak volt. 6-tól 2-ig, és akkor jött a TS busz, elvitte a két órásokat, és akkor hozta két órára, hozta akik a délutáni műszakban voltak. ami számomra nagyon-nagyon jó emlék, meg azt mutatja, hogy nagyon jó kis kollektíva volt, hogy mikor idejöttem 86-ba, abban azon a pár hónapon hoztunk 3 millió forint nyereséget, és a következő évben is 3 millió, nem tudom mennyi lett a nyereség a Varrodának. Igen. De hát, ugye az is befolyásolta utána, hogy ugye amikor olyan volt, akkor menni kellett ki a mezőgazdaságba, meg ugye csak volt mindenkinek háztájia. Igen. Hát ugye amikor az be kellett kapálni, akkor be kellett kapálni. Hát a nyári időszak, az olyan volt. Egy kicsit lazább. Hát nem mentünk fúron biztos, mert hát a nyári az olyan volt, hogy esetleg egy 50-60%-a dolgozott, mert a többi ugye csinálta a sajátját, meg ugye, utána meg mire bejött, akkor arra meg mennünk kellett mindnyájunknak. Így van. Úgyhogy a gépekről beszéljünk egy kicsit, az, hogy az honnan származott, miénk volt, nem volt, miénk, ki javította, hogy javította, hát, mennyi állás volt, meg tudták-e csinálni. A gépek az mindig a megrendelőtől jöttek, úgyhogy nem volt saját gépünk. Végül is nagyon jó szerelőjeink voltak, mert a Jámbor Bandi volt az egyik szerelő, meg Tóth Sanyi voltak együtt. Igen. Utána már Dusza Józsi, meg Fóri Zsimi voltak együtt. Szerintem mindegy. Meg a Jámbor Bandi, azok nagyon jó szerelők voltak. Az. Hát ők, nekik nem állt a gép, az biztos. Egy, voltak ugye azért a fürdőruhánál, amikor már fürdőruhánál vartunk, ugye ott már komoly gépek voltak. Igen. Ott volt ilyen 5-6 szálas gép, ami tényleg feladta a leckét, akár a varrónőnek, akár a szerelőnek. Uh-huh. És fedőzőgépnek hívták. Onnan, akik kijártak ellenőrizni, ott saját maga üzem igazgatója jött ki. Igen. Hát addig még szerintem meg nem győződött arról, hogy az embereknek milyen a teljesítményük, vagy milyen a minőségi munkájuk. És az ő maga megmondta, hogy ilyen minőségi munkát, mint a tiszafüredi üzem, nagyon kevés helyen adnak ki. Igen. Úgyhogy sokáig is vartunk, rengeteg, de rengeteg fürdőruhát. Nem is tudom, hogy most is őt. Volt, aki felpróbálta? Olyan is? Volt olyan, Tóth Erzsiék, mikor meg Varga Éva, azok volt, mikor felpróbálták. De hát végül is ez vele járt. Igen. Bohóckodásnak is jó volt, meg hát aki csinos volt, az miért ne vehette volna? A 8 órás munkaidő alatt szünetek hogy voltak? Hogy is van? Hát reggel volt, 8 órakor a reggeli idő a délelőtti műszaknak, akkor azt hiszem délben volt
Nem, még 10 órakor is volt egy bagószünet. 10 órakor is volt egy bagószünet, délben megint volt egy olyan 5-10 perces szünet, és 2-kor vége. És akik ott ebédeltek? Hát azok... Azok egy kicsit gyorsabban ettek, vagy lehet, pedig az egy kicsit hosszabban? Hát biztos. Mondjuk annyi, olyan volt, hogy az ott egyszerre meg tudtak ebédelni. Nem igen. Volt olyan, hogy igen. Magam is évekig ebédeltem ott. Madarásznék Lárika volt igen, a konyhás. Ott volt egy aranya, tényleg annak olyan arany lelke volt, az mindenkit kiszolgált. Az utolsó cseppig kimérte a kaját. Soha, tehát még ő se ebédelt. Igen, mindig mondta, hogy van még egy kis repetem, úgyhogy meg tényleg nagyon tiszta volt. Hát milyen kis egyszerű kis konyhánk volt, de az mindig olyan patyolat tiszta volt, hogy... Én egyszer elmondtam neki, hogy szeretem a kötőrgaluska levest, és hozott legközelebb. Úgyhogy én ezt el is felejtettem, aztán egyszer a piacon a feleségemnek megemlítette, hogy vagyok, és hogy ő még ilyet is csinált. Hát örülünk, hogy vannak urával együtt. Igen. Mind a Laci is a TSZ-be dolgozott sokáig az állattenyésztésben. Igen, azért olyan nagy, tényleg nagyon sok szép emlék. Most meg, hogy mondta Évike, hogy lesz ez a riport, vagy felvétel, mondom, olyan jó rágondolni, hogy visszagondolni, hogy... Igen. Még kerestem azt, mi az ég, milyen könyvet? Szocialista brigád könyvet. Azt még valahogy el kell keríteni, hogy legalább bele lehessen fényképezni. Valahol megvan. Egyéb fénykép van valahol, nincsen róla, Varodáról, belülről? Én nekem nincs. Hát a szocialista brigádban biztos van legalább csoportkép, hogy hát oda voltak kirándulni. Bizony, meg a moziban, meg a színházban. Hát mikor a Víg színházban voltunk is, hát... Meg voltunk a Jégrevűn, a sportcsarnokban, Pesten. Igen. Nőnapok gondolom, adott is részt vettek. Azok szenzációsak voltak, az igen. Biztos, hogy azok nagyon jók voltak a nők napja. Ott mindenki jól érezte magát, ez biztos. Mindig szerveztünk ilyen kisebb ünnepséget a gyerekeknek. A gyereknapra, akkor igen, névadó is lehetett egy időben, azt is csináltak. Emlékszem, igen. Ha lehet, hogy az volt, de a gyerekeknek ilyen karácsonyi ünnepség, meg Mikulás, még én is be voltam egyszer öltöző Mikulásnak. Balesetvédelmi oktatást kitartotta? De nehéz kérdés. Nehéz kérdés, az nem volt olyan jó, mint ez. Nem tudom. Hogy nem tudom, Kis Lajos éltem akkor, mert ő volt a balesetvédelmi főmegbízott egy darabig. Meg nekem is kellett tartani, mert addig a dolgozó nem állított munkába, első szinten. Meg igen. Nem tartottam, és egyszer nekem is vizsgázni kellett. Neked magasabb szinten kellett vizsgálni, igen. És hát mondta, aki vizsgáztatott, akkor nem kell más keresni, elég ez. Mondta, hogy hát ez egy nulla. Azt mondja, mert nem tudtam, hogy a tűzoltó készüléket, hogy kell üzembe helyezni. És akkor elmondotta velem, vagy 10-szer, úgyhogy egy borzasztó leégés volt, hogy ezt nem tudtam. De hát... Leblokkoltam végül is, de ez biztos... Hát meg nem egy idézelbe téve gyengenő fogja tűzoltó készüléket, mert ha egy férfi hát van, az hamarabb megfogja. Nem mindennapi dolog volt, hogy használni kelljen, nem is kellett. Nem kellett. Egyetlen egyszer volt ilyen tűzoltó gyakorlat, mikor kijöttek a tűzoltók. Az volt olyan kicsikét, ami mégis a mindennapokba bevezetett bennünket. Kijött a tűzoltókocsi, meg jött vele, vagy 6 tűzoltó, oltották a nagy semmit, de végül is ugye ez hozzátartozott biztosan. Na akkor még egy találós kérdés. Ki volt a kazánfűtő? Rózsa Balázs bácsi. Utána meg? Hát a fia. Kicsoda? Karcsi. Ja, tényleg. Rózsa Karcsi. Bizony. Tényleg. Balázs bácsi volt. Arra emlékszek. Hát még nekem, őnek is megvan a festménye. Na hát őnek is. Csinált ilyen esőkabát. Tényleg, mindenre felhasználták, mert abból csináltak asztalterítőt, csináltak szatyó, hát mindenki esőkabát szatyóra járt Tiszafüreden akkor. Jó erős volt, nem szakadt el. Balázs bácsi meg arra festett. De hova lett az a festmény? Nekem megvan, fent van a falon, a kastély bejáratot festette nekem Lanni, itt valahol itt van kint, mert olyan régen jártam a Tiszafüreden. Kemény kastély. Nekem megvan, fent van a falon. Tényleg Karcsi volt a fűtő. Azért történetem van róla, mert
úgy tudtam megszabadulni a polgárvédelmi törzsparancsnoki társadalmi munkámtól, hogy elvállam a Környezetvédelmi Bizottság elnökséget. És Nagy Sándor, aki gépészetnél dolgozott, azóta titkár, tehát effektív munkavégzésen nem volt, de mindent hozott, aláíratni elmesélte, és némi tudásom adódott, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy veszélyes hulladék égetésre van engedélye a Varroda kéményének, a kazánjának. No. És akkor mentem ki egy hajnalba a marha telepre, mert együtt volt ugye egyéb dolgomat végezni, őrületes sötétség és füstbe volt burkolózva a tanya. Hát kiderült, hogy Karcsi fordítva gyújtott be, nem úgy, ahogy az engedély szólja, hanem az olajos rongyal gyújtott be, és az őrületes, fekete, sűrű füstöt okádott. És akkor kiderült, hogy azt felfűtött teljes tűznél, 1000 fok körüli hőmérsékleten, vagy 800-nál legalább lehet, és csak 10%-ba hozzátenni, nem begyújtani vele, hanem szép lassan elégetni, mert akkor a magas kéményen keresztül ugye a veszélyes anyagok másképp égnek el és megsemmisülnek. Na, ezért van emlékem Karcsiról, mert ővele tisztáztuk, hogy azért ez nem igazán jó eljárás. Nem. Igen. Apukája az nagyon... Igen, az. A teraszuk is kinn a ház előtt, a morgóba, ott volt az öregnek a háza. Igen. Ott is ki voltak rakva az általa festett képek. Igen, igen. Hát igen. Ő tényleg elütötte az idejét, mert ő aztán, tán a 24 órából 29-et volt odakint, mert igen. Aztán haza se nagyon ment. Hát nem. Ő azt olyan lelkiismeretesen csinálta, ott nem volt sose hideg. Mondjuk melegnek nagyon meleg volt sokszor, de végül is ő törődött azzal, hogy mire bemennek 6 órára, ott már 6 órakor jó idő volt. Igen. Biztos. Pedig ugye azt a nagy épületet is mondom. És akkor ablakuk. Itt adódik a kérdés, hogy hogy jártak ki az asszonyok dolgozni? Busszal. Hát meg volt. Hol voltak a megállók? Hát volt először a Gyöngymarinál, vagy a Gyöngypresszónál, ott végig jött nem volt annak olyan, előbb végig ment a Feszti Árpád úton. Utána a Feszti Árpádról kijött, és akkor mit tudom én, akinek meg volt beszélve, meg a vendéglőnél volt az sok ember még, akkor a budasi... Igen, Téglás út környéke, gondolom. Sugárnál, meg a Téglás úton ott, meg a Cinege lányok szálltak fel, Piroska, meg a... Mari. Meg Rózsáné a Sugárnál, igen. Meg Rézné, a csoda tudja, meg kicsodák, hát így hirtelen tényleg nem is tudom. És ki volt a sofőr a buszon? Hát Csőkel Atti bácsi. Én nagyon jó poszba voltam, mert én mondtam az agyva úrnak, hogy hát mindenkinek tudtommal, ahogy én tudom, van szolgálati kocsija, mondom, én szeretnék kérni egy szolgálati biciklit. Úgyhogy én megkaptam egy szolgálati biciklit, és én azon jártam kidolgozni, az nekem élvezett volt a kerékpározás, lényegében nem nagy távolság volt. Igen. Hát ugye kezdetben, amikor a szövetkezetek jobb sorsra jutottak, akkor szolgálati kerékpár, motor létezett. Nagyon kevésnek volt, egy nagy járgány volt általában egy parádéskocsi, amivel a főnökök mentek. És ma ment előttem, nekem is egy ilyen Simpsons sztár szolgálati motorom volt, Fehér Misi, aki 1973-ból származó Simpsons sztárja van. Nekem a 15-52 rendszávú nem kellett, nem vettem meg, mert egyszer cserbe hagyott, és annyira haragudtam rá, hogy többet nem ülök rá. De mikor megszűnt a Varroda, meg így a TSZ, és akkor nem is tudom, mennyit kellett fizetni. Úgy, apró pénzt, igen. Apró pénzt kellett érte fizetni, úgy maradhatott az enyém. Igen, lehet áris értéke. Persze, igen. Úgyhogy úgy lett az első biciklim, és tudtam biciklizni, de úgy tanultam meg, hogy a fiammal kimentünk ott a Tüzétnél arra a Réti útra. Igen, és akkor ő meglökött. Ő mindig elében vágott, hogy tanuljak meg fékezni, mert fékezni nem tudtam. Azt így voltam meg biciklizni felnőtt fejjel. Na, akkor lenne egy utolsó kérdésem. Ha 20 éve, 25 évvel fiatalabbak lennének, akkor újra biciklire ülnétek-e? Erre igen. Én fel. Fel. Minden további nélkül.
ez olyan sok szép emléket hagyott, hogy én dolgoztam másik helyen 20-21 évet, én avval is ugyanúgy el vagyok, és minden nap fel tudok valami kis kellemes emléket eleveníteni. Na akkor jó biciklizést kívánok, de hát először is egészséget hozzá, hogy a szédülésnek kapja el a biciklin hát egyiküket sem. Szépen. Az könnyen előfordul, de hát nagyon bízunk benne, hogy még sokáig biciklizhetünk. Igen.